Jó napot kívánok, ez a Mozaik a Sopron TV-ben. Most már hagyomány, hogy minden év novemberében esküvőkiállítást tartanak Sopronban. Ez elsősorban azoknak a pároknak szól, akik jövő nyárra vagy jövő évre tervezik az esküvőjüket, hogy mi mindennel találkozhatnak majd november 12-én vasárnap. Erről fogunk beszélgetni vendégem Dávid Viktória, ennek az esküvőkiállításnak a szervezője, esküvőszervező. Szervusz, üdvözöllek! Én is üdvözöllek, és köszöntöm a kedves nézőket! Most vasárnap lesz tehát ez az esküvőkiállítás hagyományosan. Mivel készültök idén? Igen, ahogy mondtad, most már évek óta mindig november második vasárnapján tartjuk az esküvőkiállítást. Az idei az a már a 11. lesz, tehát túléptük az első X-et. A Hotel Sopronba fogjuk várni a kedves érdeklődőket és minden esküvő előtt álló párt. Én azt tudom mondani, hogy idén nagyon nagy érdeklődés volt a szolgáltatói kör részéről, tehát teltházas maga a kiállítás a szolgáltatók részéről immáron körülbelül 3 hete. Úgyhogy sajnos már akadtak olyanok is, akik nem tudnak részt venni, pedig szerettek volna. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy nem lesz olyan szegmens, amit ne tudnának itt a párok megnézni, feltérképezni, hiszen már a kezdeti dolgok, a karikagyőrű kiválasztása ékszerészeknek, ékszerboltoknak köszönhetően meghívók tervezése is felelhető lesz, ezen kívül esküvői helyszínek, fotósok természetesen, videósok, DJ-k, ceremóniamester, vőfély, ugye esküvőszervezést azt mi képviseljük, dekoráció, természetesen menyasszonyi ruhások több helyről is érkeznek, alkalmi ruhások a vőlegényeknek, férfi vendégeknek, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden, ami szükséges, az ott nálunk vasárnap fellelhető lesz. Ezek azok a szolgáltatások, amik nélkülözhetetlenek egy sikeres esküvő lebonyolításához. Ugye minden évben felmerül a kérdés, hogy mikor érdemes elkezdeni a készülődést. Gondolom, hogy ez az esküvőkiállítás erre szolgál, és ehhez nyújt segítséget, hogy körülbelül ilyenkor érdemes nekiállni, készülődni, vagy azért van, aki már jóval előbb elkezdi. Ugye az első és legfontosabb egy a pár számára a kedves időpont megtalálása, és utána a helyszín lefoglalása, tehát az adott helyszín, ahol a lakodalom lesz. Ezután én azt gondolom, ezt érdemes azért egy évvel, vagy még egy kicsit korábban elkezdeni, hiszen az adott helyszínek egy napra egy lakodalmat tudnak felvenni. Ha ez megvan, én azt gondolom, hogy egy picit meg lehet nyugodni, és akkor utána jön a második nagykör, ahol el kell kezdeni kiválasztani a szolgáltatókat. Gondolok itt a fotósra, ha valaki szeretne videóst, aki zenét szolgáltatja, lehet ez akár zenekar, DJ. Tehát ezt a kört érdemes körülbelül ebben az őszi időszakban elkezdeni. Nyilván lehet később is, de ugye azt tudni kell, hogy minél később megyünk az időben, annál kisebb lesz a választási lehetőség. Említetted, hogy ti képviselitek a szervezői szegmenst, hiszen ezzel foglalkoztok. Mit javasolsz a pároknak, mennyiben érdemes saját maguk bizonyos szolgáltatókat felkeresni, lefoglalni, vagy mennyire ajánlod azt, hogy inkább egy esküvőszervezőn keresztül az egész komplett ceremóniát például ti leszervezzétek? Én azt tudom mondani, hogy több olyan tapasztalatot hallottam, hogy már az esküvő után mondta a pár, hogy bárcsak nem magam szerveztem volna, tehát én nem mondom, hogy muszáj mindenképpen mindenkinek hozzánk fordulnia, de azt látni kell, hogy ugye manapság nagyon sokan úgy dolgoznak, hogy nem ez a tipikus 8-tól 4-ig, hanem akár 6-ig, 7-ig, nyilván itt a határ mentén sokan dolgoznak kint Ausztriába, akik adott esetben később érnek haza, tehát sokkal nehezebb magának a két, tehát a párnak is egy közös időpontot találni, amikor el tudnak menni, megbeszélni bármit egy fotóssal, egy DJ-vel, vagy bárkivel, vagy meg tudják tekinteni a helyszínt. Tehát én azt mondom,
hogy kevésbé stresszes, hogyha hozzánk fordulnak, hiszen itt mi mindezt a munkát felvállaljuk helyettük. Nekik tulajdonképpen csak velünk kell tartani a kontaktot, valamint az általunk kínált szolgáltatók közül választani, hiszen nem az van, hogy mi csak azt mondjuk, hogy ezt a fotóst kell, ezt a DJ-t kell, stb., hanem mindig kínálunk több variációs lehetőséget, természetesen honlapcímekkel, hogy meg lehet tekinteni a minőséget és hogy mit kínál az adott szolgáltató. Nyilván vannak olyan dolgok, például a mennyasszonyi ruha, a vőlegénynek az öltöny és az elegáns ruházat, aztán a karikagyűrű, amit a pároknak mindenképp muszáj saját maguknak, hiszen ezt fel kell próbálni, meg kell nézni, hogy melyik tetszik. Tehát ezekben mi nem tudunk segíteni, mert ez mind személyre szabott, viszont nagyon sok olyan dolgot át tudunk helyettük vállalni, ami időt és energiát takarít meg számukra. De például ezen az esküvő kiállításon még ruhát is próbálhatnak, hiszen ez is egy fontos összetevője az esküvőnek. Igen, több esküvői ruhás is képviselteti magát most vasárnap az esküvő kiállításon, úgyhogy különböző modelleket tudnak megtekinteni a mennyasszonyok, és ahogy említettem már, a vőlegényekről sem feledkeztünk meg, és ők is megnézhetik a legújabb trendeket és legújabb modelleket. Hogyha már itt a trendeknél tartunk, minden évben felmerül, hogy mik a legfrissebb trendek. Itt beszélhetünk a ruha, a helyszín, a dekoráció, szóval egy csomó mindenről, ami talán minden évben változik, és nem minden évben más és más a divat. Mit tudsz erről mondani? A helyszínek tekintetében én azt emelném ki, hogy amit már szerintem többször mondtam itt az évek folyamán, hogy nagyon keresik a párok azokat a helyszíneket, ahol lehet kültéri szertartást tartani. Nyilván ebben benne van némi rizikó, hogyha olyan lesz az időjárás, de azt tudom mondani, az idei szezonban azért egy-két hétvégét eltekintve kegyes volt hozzánk az időjárás, úgyhogy keresik ezeket a párok, hogy minden ott legyen egy helyen, ne kelljen autózni, ne kelljen parkolni, stb., hanem akkor minden ott van a szertartás, utána esetleg egy fogadás, és ugye maga a lakodalom is. Tehát a helyszínek tekintetében mindenképpen ezeket keresik. A dekorációval kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nagyon-nagyon felkapott lett ez az zöldes eukaliptusz és árnyalatai színvilág, és ezt nagyon szépen lehet kombinálni arannyal, fehérrel, esetleg pasztelszínekkel. Még mindig szívesen nyúlnak a párok a fa dolgokhoz, tehát a fából készült kis mécses tartók, ültetőkártyatartók és ilyen jellegű dolgok. És a fények minden mennyiségben, úgyhogy fentre, asztalra, háttérbe, tehát minden csillogjon, villogjon és különleges legyen általában ez a fő kérés. Egy picit visszakanyarodunk az előző szezonra, ami ugye most már nagyjából véget ért. Egy szép hosszú őszt tudhattok magatok mögött. Mit tudsz elmondani az előző évről, melyik volt a legnépszerűbb időszak? Az idei évben abszolút az augusztus, szeptember és a június. Tehát érdekes módon a július volt egy picit lyukasabb, mondjuk azt, de ez minden szolgáltató meg tudná erősíteni. Én azt gondolom, hogy sokan mennek júliusban nyaralni adott esetben, úgyhogy ugye a vendégek közül. Ezért ez volt egy picit gyengébb a többihez viszonyítva, de én azt tudom mondani, hogy így is akadt azért munkánk szerencsére, hogy a június az már évek óta, és az augusztus-szeptember ezek a fő hónapok. Ugye nagyon kitolódik most már a szezon, tehát szeptember végéig, október közepéig abszolút lehet esküvőket tartani, hiszen most is volt egy-két olyan októberi hétvége, ahol adott esetben jobb idő volt, mint a nyár folyamán. De természetesen jellemzőek azért még a tavaszi, tehát április közepétől inkább áprilisi és májusi esküvők, de ez egy inkább egy ilyen felvezető szezonnak mondható. A költségekről mit tudunk mondani? Ugye nagyon sok minden kapcsán mondhatjuk azt, és el is mondjuk, hogy jelentősen emelkedtek az árak az esküvő tekintetében, és különösen melyik szolgáltató az, amelyiknél a legnagyobb áremelkedést lehet várni?
Mindenképpen ugye emelkedtek, tehát ez ugye visszavezethető az energiaáraknak a növekedésére is, hiszen az alapvető élelmiszerárak is, tehát így a helyszínek, akik a vacsorát készítik, nekik is muszáj volt emelni, mert minden alapanyag ugye drágább. Én úgy látom, hogy most ugye 2023-ban volt egy erőteljesebb emelkedés, tehát ez nagyobb mértékű volt, mint az átlag éves. Tehát ugye minden évben azért picit-picit muszáj emelni, mert minden drágább, de ugye most 2023-ban ez egy minimálisan drasztikusabb volt azért minden területen. De én úgy veszem észre, hogy most ez egy picit mérséklődik, tehát mindenki próbálja tartani a jövő évi árakban az ideit, vagy annál csak egy minimálisan drágábbat, hogy minél inkább kedvezzen a pároknak. De hát én azt gondolom, hogy most már picit megnyugodott ez a piac is, tehát ez az energiaválság, ez nagyjából lecsengett ebben az évben, és én azt gondolom, hogy 2024-ben egy jó szezonnak nézünk elébe. Mennyibe kerül egy átlagos esküvő? Tudom, hogy ezt nagyon nehéz így átlagos számításba venni, de hogyha mondjuk minden szolgáltatásból egy középszintet céloz meg egy pár, akkor mennyi lesz a végösszeg? Ezt tényleg lehetetlen sajnos megmondani, mert ugye attól is függ, hogy mekkora a vendégsereg. Tehát itt is azért lehetett látni idén, hogy kicsit visszavettek a vendégek számából, tehát nagyon sok pár döntött úgy, hogy inkább tart kisebb esküvőt, de ez egy olyan lesz, amit ő szeretne, tehát ott csökkentettek kicsit a költségeken, hogy nem 100-120 vendéget hívtak meg, hanem inkább volt jellemző ez a 60 és 80 közötti, tehát inkább 60-70, ez volt körülbelül az átlagos esküvői létszám. Úgyhogy a többség inkább erre ment, tehát hogy kevesebb vendéget hívott, meg a harmadik unokatesó már nem jött, és így próbálták visszafogni a költségeket, nem pedig úgy, hogy lemondtak valamiről, amit nagyon szerettek volna, vagy hallottam olyat is, aki inkább úgy döntött, hogy még vár egy évet, és akkor még tud pénzt spórolni a nagy napra, és akkor az meg tényleg olyan lesz, amilyet szeretne. Viszont nekik is, és főleg azoknak, akik jövő évre tervezik az esküvőt, akkor még egyszer mondjuk el, hogy hol és mikor találkozhatnak veletek. Most vasárnap, tehát 2023. november 12-én 10-től 17 óráig a Hotel Sopronban várjuk sok szeretettel az érdeklődőket. Dávid Viktóriának nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk. Én is köszönöm szépen. Önöknek köszönjük a figyelmet, ezt a beszélgetést visszanézhetik a sopronmedia.hu oldalon. Maradjanak velünk, viszontlátásra!